Szervusztok, kedves gőzlérek! Szilviusz vagyok, és szeretnék bemutatni nektek egy olyan módot, ami talán az elkövetkezendő hónapok egyik slágere lesz itt Magyarországon is. A világon már nagyon sok helyütt az, hiszen az IPv4-es, a Pioneer for You-tól elkészített egy olyan módot, amiben közel az a hihi chip került, amely a 200 dolláros termékekbe, viszont ezt olyan 100 dollár alatti ára szorították. Nagyon sok tesztelős videót megnéztem, és akkor döntöttem el, hogy a következő mód, amit használni fogok, az ez az IPv4-es lesz. Beleszerettem. Más kérdés az, hogy én nagyon sokat vagyok az otthonomtól távol, ezért a két akus megoldás az számomra nagyon fontos volt, hogy jó sokáig bírja. Én nem vagyok egy olyan szubóm párti jelenleg, és talán nem is leszek az, inkább szeretem az egy ohm körüli tekeréseket, hiszen ezek is tudnak egész nagy mennyiségű gőzt, zsíros gőzöket és jó ízeket hozni. Úgyhogy én olyan 0,1-2 ohm környékére még nem mentem le, és általában az ilyen 0,7-0,6 ohmos dual coil tekeréseim sem sikerültek annyira jól, hogy én ebből beleszeressek ebbe a sub-ohm világba. Szóval olyan 1,8 ohm környékén én bőven jól érzem magamat. Na hát, szóval róla lenne szó, ő az IPv4-es, szerintem egy nagyon szép készülék, gyönyörűen kivitelezett. Abszolút első impressziókat tudok mondani, hiszen az Eagle Vapor-től ma vettem át ezt a készüléket. Magyarországon nem nagyon van még belőle példány. Tamáshoz érkezett három készülék, abból az egyikre lecsaptam, és én is, mint tesztelő vagyok most jelen itt Magyarországon. Persze lehet, hogy már valakinek van, nem tudom pontosan, de úgy tűnik, hogy ezt a készüléket nagyon nehéz még jelenleg ezekben a napokban, így 2015. május elején megrendelni. Ugyanis minden oldalon, ahol én is próbáltam megrendelni, még csak ugye előrendeléseket fogadnak, mindenütt ott világít a pre-order felirat. Na hát, nagyon boldog voltam, hogy Tamás már rendelt belőle, és így hozzám is eljuthatott az egyik ilyen tesztelésre szánt példány. Unboxing videót nem csinálok, szerintem az ökörség. A dobozban egyébként az ég egyet a világon semmi nincs, egy USB-s, egy micro-USB-s adatkábelen és egy használati utasításon meg egy kis cetli certifikéten kívül. Hogy maga a készülék igazából hogy néz ki és mit tud, azt itt láthatjátok tulajdonképpen. Nagyon szépen van felépítve. Amit egy kicsit féltem, megmondom őszintén, ez a markolat rész, amit, hogyha eltávolítunk, akkor láthatóvá válik ugye az elemtartó rész. Feltétlenül olyan módot szerettem volna, amely cserélhető akkumulátorokkal van, mert tudjuk, bármikor történhet bármi probléma, az akkumulátor lemerül, besül. Ilyen helyzetekben nagyon fontos szerintem az, hogy az ember tudjon akkumulátort cserélni, vagy éppen, hogyha lemerül az aksi, és nem tudom hol tölteni, mert nem mindig van számítógép a közelembe, akkor azért legyen módja lehetősége az embernek arra, hogy a tartalék akkumulátorokat előhúzza és berakja. Nagyon-nagyon jól működik a készülék. Itt egyébként van egy ilyen kis golyós rendszer, ami ezzel itt paralel, nem tudom mennyire látszik itt a... nem akarom szétfeszegetni, de ezekbe a kis lukacskákba belepattan a tok, és gyönyörűen tartós, nem mozog, nem rászkódik, nem nyikorog, tehát ezt jól megoldották a Pioneer-nél. Magák a gombok is, tehát szerintem elégedettségre adnak okot, tehát nem nagyon kattognak, nincs felesleges zaj, talán itt a plusz-minusz gomboknál van egy-két probléma, mutatom a kijelzőt is. Na hát az egyetlen negatívum számomra ez a kijelző, nem az információk tekintetében, mert bővel sokkal többet mutat, mint az eddig általam használt és továbbra is nagyon szeretett készülék a Back Pro a Smoke-tól. Nagyon jól bírja a Back Pro, mert egyébként most már lassan fél éves, megmutatom, tehát tökéletesen működik, nagyon sok leesést és egyéb problémát túlélt már, de hát a lényeg az, hogy remek állapotban van, de viszont ennek a kijelzőjével és a kijelző látható információkkal nem igazán voltam, vagyok megelégedve, mert bizony nagyon sok dolgot nem látok egyszerre. Ennek az IPv4-es kijelzőnél ez a probléma nem áll fönt, tehát itt egyrészt láthatjátok a beállított értéket, én most watt módban használom, mert nickel chrome húzalom nem lévén még nem tudtam igazából kipróbálni a joule módot, ami ugye a hőmérséklet ellenőrzés
Temperature Control az egyik nagy újdonság ennek a készüléknek. Külföldi videókban azt mondják a tesztelők, hogy valóban működik, tehát a Yi chip teszi a dolgát e tekintetben is. Aztán majd biztos kísérleteztek vele, és majd ti is elmondjátok, hogy miként működik, valóban jó-e, valóban nem jó-e. Igazából ennek is tényleg akkor van értelme, hogyha az ember drippel, már pedig én drippelek, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd a véleményetekre. Amit látunk még rajta, hát nekem is kell puskázni, egy piktogram jelöli azt, hogy tulajdonképpen mennyire merült az akkumulátor állapota. Szerintem, hogyha ezt lekapcsolom, akkor jobban fogjátok ti is látni majd a feliratokat rajta. Így van, tehát egyrészt ezt lehet látni itt ebbe a kis piktogramba itt fölül, hogy eléggé leszívtam a két aksit, így egy óra környékén kezdtem tesztelni, most van olyan 21 óra 16. És aztán pedig, amit még lehet rajta látni, az, hogy ehhez milyen feszültségérték tartozik, és folyamatosan láthatom azt, hogy a kazánom az éppen hány ohmos. Jelenleg reméljük nem nagyon változik. Jelenleg egy pelszó van rajta, ez most 2 ohm környékén van, ez egy single coil tekerés. Bocsánat. Ugyanúgy működik, mint a többi készülék, tehát van benne egy 5 memóriás mód, amit elég egyszerű konfigurálni, tehát megjegyzi azokat a beállításokat, amiket az ember szeret, és hogyha mégis változtatni akarsz rajta, fölfelé vagy lefelé, akkor mindig először a mínusz gombot kell megnyomni, tehát a lefele gombot, és akkor utána lehet fölfelé is állítani 10 wattonként, ugye jelenleg watt módban üzemel a készülék. Na nézzünk egy puffot. A Backprot is nagyon szeretem, de lehet, hogy elkoszolódott, lehet, hogy eloxidálódott, bár rendszeresen takarítom, fújom kontaktsprével, átdörzsölgetem, ilyesmi. Ugyanez a Pelszó dripper. Valahogy sokkal, de sokkal több zsírosabb gőzt fejleszt, sokkal izgalmasabb gőzlérélményt ad, úgyhogy én már is megszerettem. Negatívumok. Nézzük. Amíg a Backprot zsebbe rakva, ugye ott az a probléma állt elő, hogy én egy pocakos ember vagyok, nekem ilyenkor, hogyha például benne van a nadrágom zsebébe a Backprot, akkor nagyon nehéz lehajolni. Ezzel könnyebb lehajolni, viszont ez egy komolyabb súly az ember zsebében. Tehát nincsenek, ugye, ha méreteit nézzük, tehát nem annyira hosszú, mint a hagyományos cső modok, de tehát nagyon régóta szerettem volna egy marok modot, ez lett az első, amit használok, a többit igazából nem ismerem, nincs tapasztalatom benne. Viszont széles, vastag, a két akkumulátornak is megvan a súlya, a készüléknek is megvan a súlya, tehát lehet vele embert venni, bár Isten őriz, nem akarok ilyesmit, de tényleg egy súlyos cucc. Szerencsére ennek a markolatnak köszönhetően tényleg nagyon stabilan áll az ember kezében, ez egy ilyen gumírozott műanyag, legalábbis úgy érzem, többi rész az alumínium, és nagyon szépen kidolgozott. Amit még negatívumnak tudok említeni, itt lehet persze csak az én példányomnál, de ez a felső rész itt nem tökéletesen illeszkedik. Lehet, hogy ezt egy szétszedéssel, összerakással erre lehet majd hozni, de itt én látok egy ilyen pár tized milliméternyi résecskét. A másik pedig az, és ez egyetlen dolog, ami nagyon zavar a készülékben, hogy ez a tükröződő kijelző most itt azért valamennyire működik, látjátok így beltérben, napfénynél, vagy odakint egyszerűen semmi. Tehát vannak ezek a módszerek, hogy akkor úristen, most hány watton is vagyok, mit állítottam be, próbálkozik az ember. Szóval nagyon nehéz napfénynél látni a kijelzőt, még úgy, hogyha árnyékba fordítom, testemmel takarom a napot, akkor is szinte semmi nem látszik ebből a visszatükröződő kijelzőből a napfényes, szórtfényes viszonyok között. Viszont beltérbe beállítom. Tehát ez nem fog zavarni abban, hogy nagyon elégedett legyek a Pioneer 4U-nak az IPV4-es készülékével, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy újabb kategóriába léptem a gőzlér területen.